Jó reggelt mindenkinek! Sziasztok! Már autonomikusan megy a... Na, én a héten már a negyedik webináriumomat tartom, úgyhogy kellőképpen nem is rutin most már ez a kérdés, hogy rendben van-e minden. Na, akkor térjünk át a piacokra szokás szerint, hiszen ti is ezért jöttetek, én is ezért vagyok itt, hogy ezekről beszélgessünk. Tegnap ugye Fed jegyzőkönyv megvolt. Nem is tudom, hogy a piac mit várt. A piac valószínűleg azt várta, hogy ugye gyakorlatilag a január elején a Fed elnökének a visszavonuló fújására, hogy ráerősít majd a jegyzőkönyv. Ez kvázi részben meg is történt, vannak olyan Fed tagok, akik még alapvetően további szigorítást várnának, tehát ilyen látszódik, hogy gyakorlatilag a Fednek az álláspontja az teljes mértékben a tőzsdéktől függ. Gyakorlatilag ezt egy-egyben kijelenthetjük, itt tényként, bármi másról beszélnek a jegybankárok, a tőzsdei árfolyamok az elsődleges fokmérője a monetáris politikának. Emiatt volt az, hogy fülüket, farkukat behúzva 180 fokos fordulatot csináltak kommunikációban, mert hogy decemberben milyen esés volt. Elérték a céljukat, hiszen a tőzsdék megállás nélkül emelkednek, leginkább az amerikai bőrzék, és gyakorlatilag csapból is most már mindenhonnan olyan elemzések jönnek, amik új all-time high-t jócsolnak. Gyakorlatilag szinte félelem nélkül lehet most vásárolgatni a piacokon, mert azt lehet látni, hogy egy-két napon belül úgyis minden pluszban lesz. Tehát visszatértünk gyakorlatilag a 2017-es állapothoz, amikor nem tudtak esni a piacok. Az elmúlt hetekben én mondtam az ezzel ellentétes állásponttal, mutogattam rá egy csomó minden technikai dolgot, minden, ettől függetlenül a piacok másképpen viselkednek, de ugye hol járunk most, lehetne feltenni a kérdést akár az S&P-ben, vagy összességében. Ugye az S&P nagy gyors menetben elérte ezt a 2800-2820-as ellenállási zónát, amivel alapvetően semmi gond nincsen. Ugye egy egyenes irányú emelkedésről beszélünk, ugye ez lehet itt a nagyobb megálló pont. Technikailag mindenképpen, hiszen az ősz folyamán ugye itt volt három jelentős csúcspont is. Tehát elvileg ezen a zónán nem kéne átmennie, mint kés a vajon, és hogyha nagyon optimista szenáriót is rajzoljuk be, akkor ez egy öt hullámú emelkedés. Nyilván lehetettől sokkal optimistábbat is, amiből kellene lenni legalább egy három korrekciónak, és a nagyon bullban aztán innen mehetünk a csillagos égig, és mindenki degeszre keresheti magát. Tehát körülbelül most ez a szenárió van. De azért tegyünk mellé megint egy kis okosságot, meg hasonlókat. Ugye a DSI Sentiment Index talán most van újra értelme előszedni a Sentiment Indexet. Az S&P 85-nél járt tegnap, előtte lévő napokban 88-nál volt, tehát ott van az extrém tartományban. Előkutattam a lementegetett képeimből, hogy mikor voltunk utoljára ilyen szinteken. Ugye ezt a képet mutattam már valószínűleg egy-két héttel ezelőtt. Ugye az S&P-nek ez mondjuk a tavaly június óta tartó mozgását mutatja, amiben is, itt fölötte pedig ott vannak a hozzátartozó DSI értékek. Ugye most már kell egy másik szint választani. Ugye most már az indexünk ugye itt jár, és ugye 85-88 a DSI-nek az értéke. Mikor volt utoljára ilyen magas DSI számunk? Hát itt lehet látni, hogy júliusban, augusztusban, augusztus végén, illetve itt szeptember közepén voltak 80 fölött értékek. Azok a rendre amúgy kisebb megállókat hoztak a piacon. Elvileg most is ezt lehetne várni, hogy ebben az árzónában legyen egy megakadás az árfolyamban, és legalább valami némi nemű
korrekciót láthassunk. Vannak ettől még másabb extrém mozgások is itt a piacon. Na, az nem annyira extrém, de ott van azért, mi az, amit akartam mondani, az olaj. Az olaj 93-nál jár most, az elmúlt napokban is 91, 91, 90. Tehát ez is extrém magas szinten jár. Előbb bányáztam, hogy mikor volt utoljára ilyen magasságokban az árfolyam, ez a januári. Ugye októberben voltak a tőzsdék is, meg az olaj is jelentős csúcson. Ugye október elején tetőzött az S&P, és indult meg az esés. Az S&P ugye az ott akkor már 65 volt, tehát alacsonyabb DS érték volt. Ami érdekes, ami most az elemzésünk szempontjából, az olaj. 96 volt október elején, szeptember 28-án 94. Ugye most 93-nál járunk, tehát az aktuális értékünk az 93, és tegyük mellé gyorsan akkor az olajat, hogy épp egy új lokális csúcson vagyunk, divergencia nincs itt naposon, de egy új lokális csúcson vagyunk, 4 óráson sincsen talán, hát itt mindjárt kiderül. Hát gyakorlatilag azonos szinten van az RSI, úgyhogy az árfolyam magasabb csúcson van. Óráson viszont mondhatni ott is többszörös divergencia van. Egyáltalán nem lenne kizárta az itt az olajban, és én tegnap ezt kezdtem el úgymond trédelni, és nyitottam short pozíciót tegnap este, hogy a pessimistább verzióban befejeződött itt egy 5 hullámú mozgás, azt hiszem újra váltanom kell a tollamnak a színét, egy 5 hullámú, ez lehetett itt lefele egy 5 hullámú mozgás, mondjuk egy A, és mondjuk ez egy B, és mondjuk akkor ebből jöhetne egy 5 hullámú mozgás le egy C-be, tehát egy flat korrekció jöhet neki belőle. Itt ugye ennek a mozgásnak jelen pillanatban a 138.2-es szintjét csináltuk meg, ami általában ideális fordulós zóna lehet abban az esetben, hogyha valóban ez egy flat korrekció lenne, mondjuk egy expanded, tehát egy megnyúlt flat korrekció, tehát alapvetően ez egy ideális zóna lehetne a fordulóhoz. Nyilván itt ekkor arra lenne szükség, hogy az lehetne az első fontos jelzésünk, hogyha az emelkedő trendvonal megtörne, akkor jó eséllyel indulhatna a korrektív mozgás. Addig itt rövid távon akár az is belefér, hogy itt egy kisebb oldalazás után, ugye most az intenzív emelkedés után megint egy oldalazás van így tegnap estétől kezdve, és esetleg legyen benne még egy újabb marginális csúcs, de alapvetően azt gondolom, hogy az olaj a DSI értékekből kiindulva a mostani értékeknél hiába egy új lokális csúcson vagyunk, nálam semmi esetre sem longos, trading szempontjából ez shortos, és short pozícióban vagyok. Az S&P-t előbb itt nem fejeztem be, de akkor visszatérek hozzá, csak így a DS érték az érdekes volt. Az S&P-ben gyakorlatilag minden idősíkon divergencia mutatkozik, 4 óráson és most már egy 3-as, egy ékelődő mozgásban vagyunk, és ugye elevét vagyunk ebből a sárgával jelölt nagyobb ellenállási zónában. Tehát itt longot erőltetni szerintem nincs értelme. Nyilván erre azt lehet mondani, hogy az elmúlt 2-3 hétben folyamatosan negatív voltam, de ugye mindig elmondtam a másik oldalát, ráadásul azt is elmondtam, hogy long irányt is trédeltem, úgyhogy van épített short pozícióm is, tehát mind a két irányba teljes mértékben nyitott voltam eddig is, de technikai indikátorok DSI alapján az S&P-ben, ebben a zónában jöhetne egy tetőzés. Nyilván az első értelmes jel arra, hogy valamilyen korrekció indult be, az az lenne, hogyha ez a 2760 pontos szint törne. Ha az meg lenne, akkor ugye 2730, aztán ilyen 2680 lennének a következő szintek lefele, de akkor már lenne összességében egy
trendvonal törésünk is itt a január 3-ai mélyponttól nézve. A másik ilyen a DAX, amiben szintén tegnap estre, tradingre nyitottam egy kisebb short pozíciót. Itt is amúgy egy ékelődő mozgást lehet látni fölfele. Óráson itt is van divergencia. Aki esetleg long trade-ben gondolkodik, annak a mostani szint gyakorlatilag egy hívogató szint a longra, mert simán meg lehet az, hogy innen még esetleg megtesztelik még a 11.500-at, de ha ez is összejönne, akkor is azt gondolnám, hogy jöhet egy visszafele mozgás legalább ide a 11.250-es szintig, negatívabb szenárióban akár egy picivel mélyebbre. De ha az optimistát húzom fel erre, akkor ez egy 1-2, lehet akár itt ez egy 3-4, és most a legvégén egy felfelé menő égben vagyunk, ami esetleg kirajzolhat, mondjuk ebből jöhetne egy visszamozgás ide. Tehát ez lenne itt a trading lehetőség a DAX-ban most két irányra. Következő az arany, ami szintén óriásit megy, és nyilván azért megy ekkorát, mert a piac azt árazza, hogy újra beindulnak az eszközvásárlási programok a jegybankoknál. Ugye EKB már, ugye azon kívül, hogy decemberben bejelentette, hogy befejezi az eszközvásárlási programját, pár héttel később azt nyilatkozta, hogy hát gyenge az európai gazdaság, lehet, hogy stimulusra lesz szükség. És pont tegnap láttam egy adatot, hogy összességében növekedett is az elmúlt időszakban az LKB mérlege, úgyhogy ott folyamatosan nem tudnak más csinálni. Lehet látni, hogy semmit nem használt az eszközvásárlási program az Európai Unió gazdaságát továbbra is. Dögrováson van. Gyakorlatilag szinte most ennyi túlzással életünk végéig maradhat az eurózónában ez a 0%-os kamat, mert pont semmit nem tudnak kezdeni az okos jegybankárok a helyzettel. Arany esetében naposon 3-as RSI divergencia. Tegnap a gyertyánk az egy shooting star, ugye egy nagy zöld gyertya után egy shooting star, és a mai gyertyánk az egy piros gyertya lenne, pláne akár úgy, hogy egy picivel lejjebb tudnánk zárni, hogy ez egy 3-as gyertya kombinációval egy fordulós mozgás jelentene. Egy nagyobb képen megnézve, hogy hol jár most az arany árfolyama. Ugye a 2016-os csúcs, illetve 2017-2018-ban itt volt egy nagyobb tetőzés. Ugye ennek megfelelően ez az 1350-1360 környéki zóna vélhetően azért megállót adhat, és nem megyünk át rajta, mint kés a bajon, és ezleg innen indul egy valamekkora korrekció. Rosszabb esetben akár sokkal mélyebb, és akkor maradhatunk benne ebben a háromszögező mozgásban. Optimistább esetben csak mondjuk egy kisebb korrekció, és ebből jöhetne majd a nagyobb kiterés. De ne csak a technikát nézzük, tegyük itt is mellé a DSI értékünket. Az arany 85-nél volt tegnap, tegnap előtt 90-es szinten volt, tehát már extrém tartományban vagyunk, és ugye tegnap indult egy pici korrekció, arra már a DSI is reagált, tehát az arany is extrém szinten van. Itt aranyat venni, azt gondolom, hogy butaság lenne. És amúgy több olyan árupiaci termék is van, palládium 97, 95, 95, fűtőolaj 93, ugye olajat mutattam, hogy 93, amik extrém szinteken mozognak. Ugye, a lefelé, vagy vannak még azért másabb termékek, amik most érdemben nem érintenek minket, vagy szerintem a többségeteket nem érinti, de amikor a kávé az negatív szentiment, búza negatív, extrém negatív szentiment. Úgyhogy az árupiacon azért többszörösen túltolták a biciklit, úgy tűnik.
Mondjátok, hogy olajban durva forgalom emelkedése tört ki tegnap. Oké, tök jó. Ettől még a véleményem nem változik. Nyilván, ha technikailag nézzük a dolgot, akkor teljesen jogos az, hogy volt egy kitörési szintünk, megvolt a visszateszt, és abból emelkedünk, tehát alapvetően minden együtt áll ahhoz, hogy egy további emelkedés legyen, de ugye az egyéb dolgokat hozzátéve, és a tapasztalatokat hozzátéve, sokszor az ilyen együttállások tetőzéshez szoktak vezetni, és ugye itt is elmondtam, hogy jelzésekre kell figyelni, törik-e a csatorna, és nyilván a következő nagyobb jelzés az lenne, hogyha naposan vissza tudnánk zárni. Akkor napos grafikont érdemes nézni, hogy az legyen a mértékadó. Ha naposan visszazárnánk 55-30 alá, akkor elég nagy valószínűséggel le fogunk jönni 51 dollár környékére is. Tehát nyilván nem kell vakon hinni abban, amit én mondok, nem is ez lenne a cél. Ezért igyekszem több megvilágításból elmondani a dolgokat, és elmondani mind a két oldalt is, mert nyilván én is tudok hibázni. Ez ugyanúgy benne van a pakliban. Jó, olaj, arany meg, indexek megvoltak. Nézzük meg a devizákat. Euró, dollár. Ugye a múlt hét pénteki vételi ötletünk ugye ebből a zónából mennyire szépen halad fölfele. Ugye hétfőn volt kérdés, hogy 12.80-nál meg lehet-e venni az euró-dollárt, ugye mondtam, hogy meg lehet venni, az, ugye az ez volt, akkor mondtam, hogy a stoppot akkor ebben az esetben ide kéne tenni, úgyhogy ezek is azóta szépen mennek. Egyelőre, hogy mi lesz ebből a mozgásban, annál, hogy nehéz megmondani, mert lehet ez egy akár egy befejezett három hullám is fölfele, és negatív szenárióban akár újabb mélyesés, simán benne van. Optimista szenárióban lehet látni, hogy most 9 után meghúzták, és ugyanazzal a lendülettel borítják is vissza. Tehát, hogyha negatív szenáriót nézzük, akkor ez már lehet, hogy egy, kettő, és akkor innen mélyen jövünk lefele. Ugye ebben az esetben mire lenne érdemes figyelni? Hívjuk segítségül a csatornáinkat. Tehát ha csak ez egy sima, normál korrekció, akkor annak érdemben, mint az 1.13-as szintnél nem nagyon kéne mélyebbre menni. De hogy legyünk sokkal konkrétabbak, akkor nem csak a csatornát érdemes megnézni, hanem a terjesztési szinteket is. A 100%-os kiterjesztés az 1.13.09, 123.6-os az 1.12.96. Tehát addig, ameddig az esésünk mondjuk ebben a zónában megáll, addig ez lehet akár ennek egy ilyen folytatása. Nézzünk tovább. Ha a 161.8-as kiterjesztés nézünk, az 1.12.77, hogyha innen úgy esünk le, hogy meredeken lejövünk ide, akkor ott jó eséllyel az már lehet, hogy egy 1-2-es, 3-as mozgás, és akkor abból már egy impulzív szerkezet jöhet ki. Tehát körülbelül erre kéne figyelnünk itt ebben az esetben. Font, ugye hétfőn itt említettem, hogy én longban voltam, aztán kiszálltam sajnos egy picit korán, mert mondjuk a megbízásom arra volt betéve, amikor, hogyha ezzel a lendülettel jönnénk el ide, aztán itt nem figyeltem rá, és itt elmentünk, és onnan két túl alatt sokkal magasabbra mentünk, mindegy, ez van. Ugye most hová jutott el a font, ezzel a két nagy emelkedő mozgással, hogyha ezt egy szintén a kiterjesztéseket vizsgáljuk, akkor fölfelé úgymond az ideális korrekciós zónánk megvan, tehát lehet akár ez egy ABC mozgás, és akkor akár mélyebben visszajöhetünk. Én itt tegnap este nyitottam egy pici shortot, gyakorlatilag az 1.30-70-71-es színnél,
amiben most még simán benne lehet az, hogy még esetleg kihúzzák ide, de innen minimum azt játszanám, hogy visszajön majd 1,29 környékére. A másik, ami érdekes, az eurófont. Egyébként úgy látom, hogy 4 óráson van egy kezdődő divergenciánk. Lehet az is, hogy ez is esetleg egy flat korrekció legyen, pláne úgy, hogy ez itt lehet egy 5 hullámú esés. Ebben az esetben itt ebből a zónából kéne fordulnia, és magasabbra fent jönni. Ebben az esetben az eurófont a mostani szinteknél egy jó vételt adhat, nyilván akkor a stopod a mély pont alá kéne elhelyezni, akkor lenne ennyi kockázat cserébe mondjuk az ekkora hozamért. Úgyhogy ez nálam most egy figyelőlistás dolog. Ami érdekes mozgás produkált hajnalban, az az ausztrál dollár, és társult hozzá egy hír is. A hír előtt még egy másik hírre kihúzták, és aztán élesen beborították. És ez a negatív hír ez az volt, hogy 5 nagy kínai kikötőben megtiltották, beszüntették az Ausztráliából származó szénnek az importját. Ugye Ausztrália az egyik legnagyobb kereskedelmi partnere Kínának. Egy csomó nyersanyag Ausztráliából jön be, és nyilván erre egészen érzékenyen reagált az ausztrál dollár árfolyama. Ugye ez most a napos gyertyánk ugye itt tart, bárhogy is zárunk, mindenképpen elmondható, hogy ez egy kulcs momentumos gyertya, egy új csúcsa és egy új mélyponttal, ami nagyban meghatározhatja itt a következő napok mozgását. Akár úgy is, hogy lesz egy kis visszateszt, és ebből megyünk újabb mélypontra. Tehát ez egy erősen negatív hír volt, tehát ebből simán következhet az, hogy az ausztrál dollár lejön valahova ide. Tehát ebben adódhat esetleg jó trading lehetőség. Új-zélandi dollár, ha nem is dettó ugyanez, de hasonló képet mutat. Ez is jó eséllyel ebből a mozgásból lejöhet újra ide a mélyponthoz. Tehát úgy tűnik, hogy több párban is inkább a dollár erősödés irányába mutat a hangulat. Dollár kanadai is most itt újra a 200 napos mozgó átlag környékén van. Lehet, hogy esetleg ebből kialakul esetleg egy fordított fejvállalakzat, tehát itt is esetleg lehet kereskedési lehetőséget keresni, ráadásul az előző 4 órás gyertya az itt ezen az idősíkon lehet egy fordító mozgást. Az lehetne egy megelőlegezett jelzés, hogyha a 4 óráson az RSI ki tudna törni ebből a csökkenő trendvonalból, véletlenül előbb megjönne a jelzés, mint egy ilyen trendvonal törés esetében. Dollár japán jen, az pedig gyakorlatilag múlt hét vége óta egy ilyen lassú felfelé araszolásban van. Hogy lesz-e új lokális csúcs, vagy nem, azt mondhatni, hogy nehéz ebből látni. Múlt héten volt egy fordítós gyertya, és ebben a range-ben zajlik most a kereskedés. Ha lesz új csúcs, ha nem, nálam amúgy a dollár japánján az shorton van. Minimum ide, vagy ugye ebbe a tartományba egy potenciális visszatérésre. És mutasd csak még egy-két ilyen nagyobb fordulós mintázatot, ugye, hogyha az ausztrálról beszéltem, akkor ennek a párja az euró-ausztrál. Megteszteltük itt a támasz zónát 4 órásra egy nagy fordítós gyertya és kitörés itt. Ugye naposan itt is egy egészen egyértelmű fordítós gyertya alakulgat. Ha így nézzük, akkor potenciálisan ebben, hogyha lenne egy pici visszateszt, akkor ez egy jó setup lehetne long pozíció nyitására, akár egy ilyen mozgást
és valószínűsítve. És akkor az Ausztrálban végezünk teljes munkát, hogy Ausztrál dollár bányán. Naposon itt is egy fordulós gyertya az ellenállási szintünknél. Ebből is lehet, hogy simán lejövünk ide a sávunknak az aljára. Tehát így több kereskedési lehetőség is van most itt a devizapárokban. Haladjunk tovább a részvénypiacunkra. Mi van, hogy ez BUX? Jó, hát kezdhetünk itt a BUX-szal is. Ez egy órás grafikon. Ugye múltkor kiestünk ebből a csatornából, és szépen bezuhantunk, azóta pedig megint egy három hullámú mozgásban vagyunk, ami egy ellenállási színnél van, és mivel egy három hullámú mozgás, ami nem tudott kitörni a csatornából, ezért jó esélyed, hogy korrektív mozgás, és lejjebb jöhetünk. Plusz ugye itt van egy csökkenő trendvonalunk, tehát ez a zónánk a BUX-ban mindenképpen ellenállás, és jó eséllyel mondjuk egy lefelé mozgás jöhet, ami mondjuk a blue chipekre is mondjuk előre vetítheti az irányokat. Ugye ebben érdemi változás akkor lenne, hogyha a BUX ezen szint fölé tudná emelkedni. Ugye az a papír, ahol hír is van, hogy a Telekom, hogy osztalékot emelt, mondhatni, hogy erre megörülhetne a piac, de mégis milyen érdekes, hogy a technikai kép adja nekünk azért a dolgot, hogy ugye most már így két hete mondom, hogy nálam a Telekom itt tetőzhetett, és minimum várnék egy visszafelé mozgást, ugye minimum ez a szint, amúgy pedig esetleg ez a szint, tehát ebbe a tartományba várnám a visszatesztet, és ugye azt mondtam, hogy ebben a zónában tenném mondjuk egy hosszabb távú vételre a Telekomot. Ugye ennek a lehetséges célárzónának a felső részét közelítjük majd itt 4,55 környékén. Tehát osztalékemelés ide vagy oda, a grafikon már úgymond előre mutatta, hogy egy nagyobb korrekció következhet az árfolyamban, viszont hosszabb távon a jelenlegi tudásunk és meglátás szerint ez későbbiekben akár nagyobbat emelkedhet. Pláne, hogy leporolódik újra ez az osztalék izé sztori, hogy most már ugye jó ideje megtehette volna a Telekom, hogy fizet magasabb osztalékot, nem tette. Most is még ilyen és 2 forintot emelt az osztalékon. Lehet, hogy elkezd majd a sztori afelé körvonalazódni, vagy afelé árazódni, hogy esetleg a következő években tovább emelhet majd az osztalék szintjén a Telekom, és akkor még vonzóbb befektetés lehet. Richter, azt gondolom, hogy a technikai elemzési tudásunk szerint egyértelmű a helyzet. A közel fél évig tartó emelkedés az egy korrekció lehetett, tört az emelkedő trendvonal, és szépen jövünk lefelé. Itt a 200 napos mozgónál és a támaszszínnél van most egy elakadás. Lehet, hogy esetleg látunk valamekkora felfelé korrekciót, nem biztos, hogy bíznék ebben, de alapvetően bármeddig, ameddig ennek a letörésnek a visszatesztje van, az korrektív, és ebből alapvetően további lefelé mozgás jöhet. És hogyha a nagy képet nézzük, a véleményem továbbra sem változott érdemben, hogy ez az esésünk egy nagyobb 5 hullámú esés volt, ez pedig vagy befejeződhetett itt egy nagyobb ABC, KB az ideális korrekciós zóna alatt egy picivel, és mondjuk elindulhat egy nagyobb lejtmenet új mélypontra. Ettől optimistább verzió az az, és hogyha a globális piacokat figyeljük, hogy esetleg ez az ABC mozgás csak az első nagyobb lába volt ennek az emelkedésnek, csinálunk valami ilyet, és aztán innen még följövünk ide, és itt alakul ki egy C, és majd innen jövünk lefele. Egy biztos, bármennyire is szép a Richter sztori meg minden, a grafikon teljesen más mutat. Talán a Richterre azt lehet elmondani, hogy
nem ez most a legjobb papír, amit érdemes technikai szemüvegen keresztül egy portfólióban tartogatni, vásárolgatni. MOL. Itt vagyunk. A történelmi csúcsunknál. Jelentős divergencia van ebben a mozgásban, ez továbbra is lehet fölfelé egy nagyobb ékelődő mozgás. Nyilván egyértelmű, hogy a MOL sincs vételen itt ennél a szintnél, pláne, hogyha még hozzá tesszük ezeket is. OTP, egy órás tegyük be, naposon sincsen semmi érdekes az OTP-ben, annyit lehet látni, hogy van egy nagyobb oldalazó sávunk, és ebben jár most az árfolyam. Gyakorlatilag ez a sávunk adja a kereskedési lehetőséget. Ez túlzás. Ja, én az OTP-ről többet nem nagyon tudok mondani. Meddig várnám el a Richtert, akkor azt megmondtam. De akkor legyünk még konkrétabbak. Ugye ez az első szint, itt a következő szint, ugye az 5000 forint, és aztán ugye a 4500 forintos mélypont. Sokkal negatívabb szenárióban ezt átütve akár a 4000 forintos szintet is megcélozhatjuk. Fölfelé pedig jelen pillanatban, a jelenlegi állás szerint fölfelé nálam korlátos ilyen 5600-5700 forintig. Jó volt kérdés, wildcard. Mondhatni, hogy jó speki papír lett belőle, de technikailag egyelőre totálisan egyértelmű a helyzet. Volt egy nagy letörésünk, és ezt a szintet teszteltük vissza szinte centre, és onnan egyből le is fordultunk. A visszateszt az egyelőre három hullámban történt, az eresünk az ideális 50-es szintnél elakadt, itt az 50-es szint elakadás, visszateszt. Az elakadásunk úgy történt, hogy magasabb eresi csúcshoz alacsonyabb árfolyam csúcs, egy rejtett divergencia, tehát most már három dolgot tudtam elmondani róla, úgyhogy elvileg ez alapján mehetnénk újra lejjebb. Rövid távon pedig azt kéne figyelni, hogy ez a pici emelkedő trendvonalunkkal mit kezd. Nyilván, hogyha törés, akkor valószínűleg mélypont is egy újabb mélypont visszatesztje. És azért továbbra is legyen ott az is, hogy a sokkal negatívabb szenárió az az, hogy ez itt egy nagy fejvál, és akkor ennek a célára, nem is tudom, lehet, hogy valahova, de 70-80 euró környékére mutat. Benne lehet a pakliban, egyáltalán nem érdemes ezt sem lestörni az asztalról. Pozitív meg mikor lenne? Hát ahhoz szerintem ilyen 140-150 euró fölé kéne emelkednie. De szóval nekem ezek inkább negatív jelzéseket hordoznak magukban. Illetve hogy kár, hogy betiltották a shortot. Kérdés, hogy mennyire változik meg ilyenkor egy grafikon mozgás, hogyha betiltják a shortot, ugye
Sokszor ugye ezt 2007-2008-ban már eljátszottuk, hogy Amerikában is ugye betiltották a shortolást, és aztán mégiscsak tudtak esni az árfolyamok. Lehet, hogy nem olyan vehemensen, de csak azért, mert valamit shortolni, attól a piac meg fogja találni azt, hogy hogyan tud lefelé menni. Tehát ez egy kozmetika, a döntéshozóknak, vagy nem tudom, a politikusoknak a lelkiismeretét lehet ezzel nyugtatni, de ettől nem tudja elkerülni sorsát egy adott termék, egy részvény, vagy egy egész piac. Tehát lehet, hogy nem lesz annyira intenzív az esés, de attól még eshet. De ugye ez mindig elő fog jönni. Előjött 10 évvel ezelőtt, és nyilván, ha lesz egy következő nagyobb pánik, akkor azon túl, hogy a jegybankok igyekeznek mindent megtenni, hogy a piacok ne essenek, nyilván lesz majd egy sortolási tilalom is. Ez mindig egy jó eszköz, de nem működik. Bitcoin. Ugye, aki esetleg alfa traderen kereskedik, mint ahogy én is, hogy a Bitcoinnak ma lesz kifutása. Gyorsan meg is nézem itt a számlámat, hogy jól tudom-e. Igen, megvan még a pozi. Tehát ma lesz kifutása az alfa tradereseknek. Tehát ma este biztos, hogy autonómusan, hogyha magától nem zárja valaki, akkor autonómusan zárja majd a rendszer a longot. Nekem ugye két pozícióm volt, tegnap az egyiket, amit magasabban nyitottam, azt lezártam itt 3905 környékén, és a maradék, amit itt 3400-nél nyitottam, azzal vagyok bent, short, stop itt van, és megint itt megrekedt. Vagy dönthetek, hogy én lezárom estig, vagy majd a rendszer fog este zárni. Továbbra is a céláram, a minimum céláram ez a 4200-4500 dolláros tartomány, úgyhogy elképzelhető, hogy mondjuk holnap reggel vissza fogom nyitni azt a pozíciót, ami mondjuk ma lezáródik. Tehát ebben változás nincs nálam. Vannak-e még esetleg kérdések itt a részvénypiac kapcsán? Alibaba, ezt mondom magamtól, hogy potenciálisan itt az elmúlt fél évben ugye volt mondjuk egy 5 hullámú esésünk, abból pedig ez lehet már egy nagyobb ABC, itt egy tetőzés, úgyhogy azt gondolom, hogy az Alibaba is itt ebben a zónában jó eséllyel csinálhat mondjuk egy korrekciót vissza legalább ide. Valószínűleg a technológiai papírok többsége mondjuk hasonló képet tudna mutatni. Apple is ebbe a kategóriába tartozik. Ugye az Apple-nél két dolgot érdemes kiemelni. Ugye egyrészt itt a nagy esésünkben törtük a 16 óta behúzható emelkedő trendvonalat, tehát tört egy markáns emelkedő trendünk, és az esés itt is 5 hullámban futott végig, tehát amit mozgást látunk fölfele, az jelen pillanatban mindenképpen korrektív. Ha ezt tudom, akkor azt is tudom, hogy az Apple-nek az emelkedésében nem érdemes feltétlenül bebullozódni. Tehát nálam az Apple ebben a zónában, ha mondjuk feljövünk ide, tradingre mindenképpen az lenne, hogy short. Lehet, hogy a mozgásunk úgy fog megvalósulni itt a következő hetekben, hónapokban, hogy valami ilyesmit láthatunk, de önmagában eléggé fennáll a veszély annak, hogy idén vagy a következő hónapokban, most nem tudok mellé konkrét időpontot rendelni, de eléggé fennáll a valószínűség annak, hogy az Apple lesz mondjuk még 140 dollár alatt is.
Nyilván ne korlátozzon senkit abban, hogy hogyan trédel, de azért jelentős sérülések történtek azért itt a grafikonon. Egy cukor az, amit azt hiszem 2 hete tettem ki vételre, az szépen működik, ha esetleg valaki ezt trédeli mondjuk egy portfóliónál globálon. Meg volt a kitörés, beoldalaztunk, és azóta egy szép intenzív emelkedésben vagyunk. Ugye elértük itt a múltkori, a októberi csúcsot, és mondjuk ez egy új impulzív mozgásnak a kezdete, akkor jó eséllyel ez a mozgásunk elmehet ide 15-16 dollár környékére. Fitbit. Egyelőre itt a visszatetelésben szépen megtartotta magát az árfolyam, hogy itt volt egy fordított fejvállunk, amiből kitörtünk. Egyelőre divergenciát sem látni. Ugye itt a visszatesztelésben ugye egy lehetséges, ugye volt itt korábban egy kitörés, ez is szépen megy, ugye itt volt a visszatesztelés, de nézzük meg a visszatesztelési technikára mondjuk a lehetséges belépést. Én pláne most a tanfolyamosoknak ezt azért mutogattam, nem ezt akartam. Tehát amikor van egy kitörésünk, és ugye sokszor szoktam mondani, hogy el kell dönteni, hogy valaki kitörésben vásárol, vagy visszatesztben. Ugye nem mindig van visszateszt, a kitörések akár be is halhatnak, és lehetnek fals kitörések, de ha valaki visszatesztben vásárolja, akkor mit érdemes nézni, vagy mire kell figyelnünk? Ugye itt volt a lokális csúcsunk, innen volt a visszateszt, és a visszatesztben ugye a támasz zónába, ugye a legmélyebbre visszatesztelő gyertyánk lehet a mérföldkő, vagy a nullás pontunk, ugye itt ez volt, ráadásul ez egy szép ilyen fordulós gyertyalakzatnak is betudható. Ilyenkor arra kéne figyelni, hogy az lehet egy belépési technika, hogy ez a nullás gyertyánk, ez a legmélyebbre visszatesztelő gyertyának a csúcspontját vesszük figyelembe, és amikor fölé megy az árfolyam, az lehet számunkra egy vételi jelzés, és ebben az esetben egészen konkrétan tudjuk alkalmazni a stopot, mert itt a nullás gyertyánk mélypontja alá kéne azt behelyezni. És ezzel úgymond biztosítjuk azt, hogy viszonylag szűk stoppal tudunk belépni, és tudjuk azt is, vagy feltételezhetjük azt is, hogyha esetleg innen mélyen visszafordulna az árfolyam, és kivenni a stoppunkat, eléggé megnőne a valószínűsége, hogy esetleg ez egy behalt kitörés legyen, és mondjuk ebből mélyebbre jönnénk vissza. Tehát így kéne a Fitbitet érdemben lekövetni, vagy későbbiekben visszatesztelési stratégiákat megjátszani. Amúgy pedig nyilván innen azt várhatnánk, vagy azt gondolhatnánk, hogy nyilván egy lehetséges célár a múltkori csúcs lenne. Hogy elmegyünk-e most egyből odáig, fene tudja, de ezt kéne megjátszanunk, és ebben az esetben lenne ennyi kockázatunk az ekkora hozamhoz, ha most pusztán csak ezt a stratégiát figyeljük. Na, Altriánk is, ugye a korábbi Altria vételi ötletünk egy pici bizonytalanság után, de szépen megindult. Ugye itt ilyen 45, 47, 48, itt adtam ki vételre, vagy ebben az árzónában. Picivel mélyebbre mentünk, de hármas divergenciából szépen tudtunk fordulni, és azóta most már itt az 51 dolláros szintet ostromolgatjuk. Azt gondolom, hogy aki itt megvette, az tudja szépen tartani.
Ugye azt hiszem az ötlet az talán ilyen 41 dolláros stoppa lett megfogalmazva, nyilván a stoppot akár egy picivel fejebb is lehet húzni, hogyha valaki szeretné. Hát mondhatni, hogy ez ebből még akár lehet egy ilyen fordított fejvállalakzat is, de az altriát ilyen 6,6%-os osztalékhozam mellett lett. Aki az altriát megvette, az véletlenül nem csak azért vette meg, hogy árfolyam nyereségben legyen benne, hanem egy jó osztalékfizető papír, amit mondjuk hosszabb távra érdemes tartogatni. Ennek a párja ugye a Philip Morris, az is itt a decemberi megingás után szépen jön fölfele, és egyre magasabbra megy. Most ugye a 200 napos mozgó fölé kerültünk. Nyilván a nagyobb elakadás az mondjuk ilyen 92 dollár környékén jöhetne. Érdekes, reggel olvastam láttam egy érdekes videót, az amerikai egyetemi kosárlabda bajnokságban, nem tudom, az egyik menő játékosnak egy ilyen támadás közben, ahogy fordult, a Nike cipője egyszerűen szétszakadt, és a srác olyan sérülés szenvedett, hogy talán erre az idényre ki is esett, úgyhogy ott a cikkhez többen hozzáfűzték a kommentárt, hogy a Nike-nak ez lehet egy egészen negatív reklám, és hogy ez akár a részvény árfolyamon is meglátszódhat majd. Ugye ez majd mondjuk ma délután kiderül nyitásban, hogy a Nike följött ide az ellenállási zónánkba. Egyelőre itt ilyen résekkel dobálják ide-oda az árfolyamot, de érdekes, hogy ténylegesen lesz-e mondjuk ennek a hírnek hatása a részvény árfolyamra. 161,8-as kiterjesztés ennek az esésnek az itt van 87 dollár környékén. Nem lennék meglepődve, hogyha ebben a zónában esetleg lehet, hogy egy pici új csúccsal is, de innen mondjuk jönne egy nagyobb visszafordulás ide. Ez most csak egy eszembe jutott, hogy láttam egy ilyet, kíváncsi leszek, hogy lesz-e bármi érdemi hatása ennek a mondjuk a brandet kicsit negatívan érintő eseménynek. Most nyilván, hogyha egy LeBron James vagy valaki hasonló, tehát ténylegesen a nagy NBA-ben történne ilyen, annak ténylegesen lenne. Nem tudom, hogy az egyetemi bajnokság után lesz ennek hatása, de egy ilyen kis érdekes szösszenetként azért most ide eszembe jutott és bedobtam. Jó, azt hiszem nekem most más nincs, amit elmondanék. Úgy láttam a dollár erősödés tovább tart. A DAX-ot a várakozásoknak megfelelően a kis támaszszintről kezdik megvenni. Arany esik tovább, és az aranyban továbbra is azt kiemelném, hogy esélyes lehet egy fordulóra. Igen. Úgyhogy váratlan a dollár erősödés most itt maradhat velünk a következő napokra. Jó, akkor ennyi lett volna mára. Köszönöm szépen a figyelmet meg a kérdéseket. Jövő héten hétfőn elvileg a szokott időben akkor újra webinárium lesz. A videó visszanézhető lesz a Trader szobában. Ha tetszett nektek, akkor lájkoljátok. Aki esetleg sokkal később nézi meg, és nem portfólió trader ügyfél, az pedig legyen portfólió trader ügyfél, és akkor ő is hozzá fog jutni ezekhez az elemzésekhez és ötletekhez. Köszönöm szépen akkor a figyelmeteket, mindenkinek kellemes napot kívánok. Sziasztok!